Sziasztok, Juhász Roland vagyok, nézzétek az NSO TV-t, és szurkoljatok a válogatottnak! A két ellentétes félidőt játszottunk, az első félidőben bátortalanul is és több hibával játszottunk. A második félidőben jelentősen följavult a támadójátékunk, sőt a védekezésünk is. Adódtak természetesen hibák, de hát egy rendkívül jó csapattal találtuk magunkat szemben, akik többször késztettek minket hibára. De hogy a csapat töretlenül a győzelemre játszott, és nem is állt túl messze ettől, hiszen lehetőségeink nekünk is voltak, különösképpen a második félidőben. Ezért elégedetlenek nem lehetünk. Én hiszem, hogy a tanúságokat, ami volt bőven, azt levonjuk és kijavítjuk, akkor ez a mérkőzés jó szolgálatot tett annak érdekében, hogy az őszi négy világbajnoki selejtező mérkőzésünkre ráhangoljuk magunkat. Kovács szerepeltetésével és kezdő csapatbejelölésével kapcsolatban, hogy utólag hogyan értékelje a játékos, mennyire nyújtotta azt, amit várt tőle a kapitány úr, illetve nem volt-e mondjuk merész dolog egy picit a 4-2-3-1-be egyből az középcsatár mögé behúzni tízes mezzel mondjuk Kovácsot, tehát nem volt-e kockázatos egy picit a kezdőbejelölése? Hát, nem, hiszen rendkívül tehetséges fiatalember, aki a nemzetközi megmérettetés kapcsán és az U21-es válogatottban már kiváló teljesítményt nyújtott. A videótomban kiváló teljesítmény nyújt és irányítja a csapatát. Ma egy picit bátortalanabb volt, sajnos az ellenfél leszűkítette nekünk a területet, és ebben a leszűkített területben az ő fizikumával kevésbé jött ki, hogy a területek bejátszása, üres területekre való rágyorsítás kapcsán érvényre juthatott volna a képessége. Nem vagyunk elégedetlenek vele, természetesen szeretnénk minél több lehetőséget adni számára, hogy meghatározóbb teljesítményt tudjon nyújtani. Nem várhatunk el egy fiatal embertől a második megmérettetése kapcsán, hogy kizárólag ő befolyásolja döntően a csapatjátékán. Kérdés? Úrva maradok. Kolári József, Eagles magazin. Érdeklődnék a kísérletezés jegyében. Volt az a mérkőzés. Egy nem annyi Nikolicsot nem lehetett volna esetleg kipróbálni egy pár perc elejéig. Lesz erre egyáltalán valamikor lehetősége? Hát lehetőségünk van természetesen. Megvannak azok a játékosok a támadó szekcióban, akik most is jelen voltak. Németh Krisztián kiváló formában lendült Hollandiába. Úgyhogy elsősorban ezekkel a támadókkal szeretnénk a következő mérkőzéseken a támadó játékunkat elsősorban rájuk bízni. Kérdés? Ján András, Magyar Nemzet. Említettél tanúságokat, amiket le kell vonni, ugye az elején mondtad, melyek voltak a legfontosabbak, talán a védekezés, én legalábbis a védekezésre tippelek, hogy ez lett a legfontosabb. Igen, de ez az, amit én mindig az öltözőben a játékosokkal beszélek meg, és túl azon, hogy történt néhány egyéni hiba is, valóban volt néhány szervezésbeli hiányosságunk is. Nem tudtunk középpályán olyan szűrést végezni, amit kellett volna az első fél időben. Természetesen ezeket majd megbeszéljük az öltözőben. Tiszteletem, ez Tamás Vög Nemzeti Sport Online-tól, és említette, hogy a második fél időben volt inkább jobb a csapatunk. Ez akkor előrevetíti azt is, hogy a jövőben ezzel a két csatáros játékkal fogunk majd pályára lépni, akár a románok ellen is? Hát előrevetítheti. Kérdés? Szeretném kérdezni, tudom, hogy most az előbb mondtad, hogy nem akarsz nagyon belemenni mélyen az elemzésbe, de azért egy picit úgy tűnt, hogy a Bogdán szenzációs védései, az is kellett, hogy hát elég sok zicser közeli helyzet alakuljon ki. Picit nem sokat adtad te azt, hogy ennyiszer kerültek viszonylag közel a kapuhoz és viszonylag komoly gólhelyzetbe a csehek? A csehek az első fél időben ránk eréltették az akaratukat.
Én elsősorban a középpályás szűréssel voltam elégedetlen. Nagyon betolták a csapatunkat, és kétségtelenül több 100%-os gólhelyzetet tudtak kialakítani. Ehhez kellett egy nagyszerű kapus teljesítmény, hogy ezt az időszakot megúsztuk az első fél időben, és ebből tudtunk épülni a második fél időben. Nyilván az Ádám nagyszerű teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy a második fél időre a hite megmaradt a csapatnak, és képes volt a győzelemre játszani a döntetlen után. Ha egy lépésre vagyunk Bukarestől, tisztább számodra, hogy mint lesz ez a következő időszak, milyen taktikát, milyen felállást, tehát hogy segített ez a ifjúsiben ez a meccs a kérdésekre választ kapnod, ami benned meg voltak azok a kérdések? Határozottan igen. Tehát a mérkőzés elérte a célját.